hogyan csinálják? Kikötés, olaj, filmfelújítás. Hamarosan a Hogyan csinálják-ban. Hogyan kerülik el a katasztrófát, miközben naponta 1000 hajót dokkoltatnak? Hogyan csinálnak a ragadós sártengerből teljesen új olajlelőhelyeket? És hogyan keltik új életre a felbecsülhetetlen értékű régi filmeket? Megmutatjuk hogyan, a Hogyan csinálják-ban. Szingapúr az egyik legforgalmasabb konténerkikötő a világon. Ez a különleges hely naponta közel 1000 hajót kezel, melyek körülbelül 1,5 millió tonna szállítmányt jelentenek. A hajók fogadása és elindítása hatalmas szervező munkát igényel. De vajon hogyan csinálják? A szingapúri kikötő a kelet kapuja. Amikor az autók, tévék és hajráfok elindulnak Európa felé a távol-keletről, legtöbbjük áthalad itt is. A kikötő naponta közel 80 ezer konténert kezel, amelyeket akár 400 méter hosszú hajók is szállíthatnak. Az egyik ilyen behemót, a 267 méter hosszú konténerszállító hajó, az APL Denver 1,5 kilométerre a parttól arra vár, hogy bebocsátást nyerjen a kikötő helyére, ami a kikötő belsejében vár rá. Ám ahhoz, hogy az 55 ezer tonnás hajó elkezdhesse a dokkolást, a kikötői hatóságoknak tudniuk kell pontosan, hol is van. Ezért 11 Szingapúr területén felállított radar figyeli a közel 5000 hajót, és 1 méteres pontossággal állapítja meg a helyzetüket. Emellett van még egy 1100 kamerából álló hálózat is, ami lefedi a teljes 193 km hosszú partvonalat. Így az irányító központban pontos képet kapnak az alkalmazottak a forgalomról. Ez itt az irányító központ. Innen irányítják a fő kikötőben történő műveleteket. Ez Szingapúr intelligens kikötőjének csúcsmodern idegközpontja. Az elmúlt 20 évben a kikötő 20 milliárd tonna árut kezelt, ezért még a legmodernebb követő és kommunikációs rendszerek használatával is nagy a nyomás az olyan forgalomirányítókon, mint Löwenstein Gu. Minden nap legalább 1000 hajó halad el a szingapúri szorosnál, és mi megpróbálunk megtenni mindent, hogy biztonságossá tegyük útjukat. Kezelnünk kell ezt a hatalmas kimenő és bejövő forgalmat, így néha őrültek háza van nálunk. Ahhoz, hogy fogadni tudják a Denvert, meg kell tudniuk, hogy milyen típusú ez a hajó. Egy konténerszállító hajó más bánásmódot igényel, mint egy olajtanker. Amint a Denver szingapúri vizekre ér, az automata azonosító rendszer, az AIS rádióvevői megkapják a hajó egyedi azonosító számát. Hirtelen megjelenik egy szimbólum a kijelzőn. Minden hajónak más-más szimbóluma van. A dobozok itt azt jelentik, hogy ez egy konténerszállító teherhajó. Minden 10 000 tonna feletti hajó túl nagy ahhoz, hogy a kikötő alapos ismerete nélkül könnyen kiköthessen. Ők itt a specialisták, a szingapúri kikötő elit révkalauzai. Roy Peng, a fiatal révkalauz kapta a feladatot, hogy behozza a 267 méter hosszú Denvert a kikötő legforgalmasabb részébe. Már útban vagyok a hajó felé. A Denver dokkolása nem lesz egyszerű. A hajót a jobb oldaláról kell lepakolni. Ez azt jelenti, hogy Roynak meg kell fordítania a hatalmas hajót, hogy aztán az milliméteres pontossággal betolathasson szűkös kikötő helyére. Szépen megfordítjuk az egész hajót, és aztán kezdhetjük a tolatást. Egy minivel sem lenne egyszerű, de egy 55 ezer tonnás konténerszállítóval még nehezebb a feladat. Bevontatom a hajójukat a külső parti részre. A következő órában Roy irányítja majd az óriási hajót. És a tapasztalt hajós Kaufmann kapitány lesz a parancsnok helyettes. Akkor kezdhetjük is. Jól van. Később majd betolatunk a dokba. Na és a vontatóhajó? A vontatóhajó az utolsó negyednél lesz majd. Itt az APL Denver irányítója. APL Denver, itt a forgalomirányítás. Kérem, haladjanak a külső parti jelzőfény felé. Rendben, most haladunk el mellette. Roy szeretné folytatni a fordulást, ám akad egy 30 ezer tonnás probléma. A kikötőből hajó érkezik.
miközben a Denver a kikötőbe tart, az ellenkező irányból is érkezik egy hajó, és ez összeütközéssel fenyeget. Egy kis hiba is katasztrófát eredményezhet, ezért Roy villámgyorsan egyezkedni kezd. Beszéltem a másik hajón lévő irányító tiszttel, hogy a jobb oldalunkon haladjanak el mellettünk. APL Denver, itt a forgalomirányítás, az engedély megadva. Kérem, folytassák útjukat. Megállapodtunk, hogy a jobb oldalunkon fognak elhaladni. Ha eltávolodott a hajó, akkor megfordulunk. Ha most kezdenénk megfordulni, akkor elzárnánk az egész csatornát a hajunk hossza miatt. Muszáj kommunikálnunk egymással, hiszen ez egy elég szűk terület. A gyors elkerülő manőver után Roynak dokkolnia kell a Denvert. Most nem szabad hibáznia. A probléma az, hogy Roynak a 267 méter hosszú hajót egy 335 méter széles csatornában kell megfordítania. Ha a propellereket és a kormánylapátot használná, 1000 méternyi helyre lenne szüksége a Denver megfordításához. A megoldás ide-oda kell tolni és húzni a hajót. A vontatóhajó 3600 lú erejével húzza a hajó hátulját, miközben a Denver ormotorjának oldalra álló hajócsavarjai a hajó elejét tolják. Így egy helyben megfordulhat a jármű. Ám még a pontos irányítás mellett is egy erősebb széllökés katasztrofális ütközést eredményezhet a kikötővel, és az időjárás nem lehet szabályozni. Úgy tűnik, minden rendben van, nem? Roy csak annyit tehet, hogy tüzetesen ellenőrzi a manővert a hajóhíd előtt lévő emelvényről. Így már érzem a szelet, meg minden mást is. Jobban is látok. Mindjárt kész van. Nem ment könnyen, de a Denver végül készen áll arra, hogy betolasson kijelölt kikötő helyére. Hamarosan kiköt a hajó. Négy egységnyit előre, és aztán ott is vagyunk az első vonalnál. Állítsa le a motort! Állítsa le a motort! Még 23 méter. Egy tölcsér tetejébe tűzött zászló szolgáltat viszonyítási pontot, hogy a helyére irányítsa a Denvert. Kikötői hidat kérünk! Hol van a kikötői hidunk? Fel lehet már állítani? Roy és a kapitány lassan fellélegezhet. Nagy öröm ez egy révkalauznak. Nem számít, mekkora a hajó, amikor jó munkát végzünk, akkor a szuper érzés. APL Denver, itt a forgalomirányítás. Üdvözlöm Önöket Szingapurban. A daruk perceken belül munkához látnak, hogy lepakolják a Denver áruját, és helyére új konténereket pakoljanak fel. Roy pedig elindul, hogy újabb hajót vezessen biztonságosan a kikötőbe. Hamarosan. Hogyan tárják fel a hatalmas olajmezőt, amely Kanada középső részének rengetegei alatt fekszik? És hogyan keltik újra életre az emlékeket, amelyeket a régi filmek hordoznak? Várjuk Önöket, hogy megtudjuk hogyan, a Hogyan csinálják-ból. Az autóktól kezdve a repülőkön és a kamionokon át egészen a hajókig minden járműhöz olaj kell. Persze nem csak hagyományos kőolaj, hanem olyan újfajta is, mint amit Kanadában fejtenek ki. Annyi olaj található ez alatt a fagyott földterület alatt, hogy másfél évszázadra elegendő lenne a világnak, ám kitermeléséhez zseniális mérnöki megoldásra van szükség. Szóval, hogyan csinálják? Mínusz 20 fok van. A tél közepén járunk, Kanadában, Alberta egyik távoli sarkában. Chris Donahue és csapata éppen egy fél méter széles és egy kilométer hosszú lyukat fúr. Szólj, ha kezdhetjük, főnök! Most éppen az történik, hogy súlyos fúrócsöveket ásunk le a talajba. A hidraulikus emelő rácsatlakozik a csőre, megragadja, felemeli, és aztán szépen beletesszük a kis egérlyukunkba. Aztán újra kezdjük az egész folyamatot. Gyönyörű! Csodálatos! Ez a hely a legújabb helyszíne a világ olcsó és hatékony üzemanyag utáni kutatásának. A fagyott talaj alatt elegendő fekete arany van ahhoz, hogy elláthassák belőle a világot 2200-ig. Chris fúrótornya 5 millió négyzetkilométernyi vadon közepén áldogál.
Ez alatt az erdő alatt 1,7 trillió hordónyi olaj lapul, ami több, mint amennyi kőolaj az egész Közel-Keleten található. Ám amit itt termelnek ki, az nem hagyományos olaj. A normál olajjal ellentétben ez az olaj olyan ragadós, mint a mogyoróvaj, és nem áll semmilyen természetes nyomás alatt, ezért nem fog magától a felszínre törni. Valahogy ki kell csalogatni a földből. A Suncor Firebag művelete során rájöttek, hogyan lehetne ezt megoldani. A folyékony olajnál elég, ha csak leszúrunk egy hatalmas fémszívószálat, és kiszívjuk vele az olajat. Ám ennek a piszkos, ragadós, csomós anyagnak a kinyeréséhez több lyukra is szükség van. Persze rendkívül költséges és lassú lenne, ha minden egyes lyukhoz új olajfúró tornyot építenének. A megoldás egy olyan fúrótorony, amely járkál a lyukak között. Ez itt a 102-es Nébor olajfúró torony, az egyik legmodernebb fúró torony a világon. Száguldozni nem képes, de egy fúró toronyhoz képest meglepően gyors. Egy mozgó fúró torony egy helyett képes akár 32 lyukat is kifúrni egy olajmezőn. Miután belefúrtak az olajmezőbe, ki is kell nyerni onnan az olajat. Felkészülni a következő fázisra. A normál kőolaj folyékony és könnyedén kiszivattyúzható. Ám ahhoz, hogy kinyerjék ezt a félig szilárd anyagot, előtte fel kell puhítani, és ehhez gőzre van szükség. A fúrótoronytól 2 kilométerre található Firebag gőzfejlesztő telepen a vizet 300 Celsius fokosra hevítik, és megszázszorozzák az atmoszféra nyomást. A nyomás elröpíti a gőzt a 2 kilométeres csőrendszeren át a kútfejig. Itt a még mindig 40-szeres atmoszféra nyomással rendelkező gőzt befecskendezik a talajba. Akár 72 órán át is eltarthat, amíg a gőz kifejti hatását. Így addig nincs mit tenni, mint várni, amíg a piszok és olajkeveréke el nem kezd olvadni. Ám amíg a normál olaj folyékony marad, miután kikerül a földből, addig a bitumen megszilárdulna és eltömíteni a csöveket, ha engednék kihűlni. Hogy folyékony maradjon, továbbra is magas hőmérsékleten tartják. A tárolótartálynak is forrónak kell lennie, hogy a bitumen folyékony maradjon. Ha nem elég forró, akkor az anyag szobahőmérsékleten megköt, és olyanná válik, mint az aszfalt. Ezért kell forrón tartani, hogy továbbra is folyékony és krémes maradjon. Ám ez a nehéz olaj még mindig vízzel van keverve, ami a kútba pumpált gőzből származik, és az nem túl szerencsés, ha az üzemanyagban víz van. A Suncor szerencséjére a gravitáció az ő oldalukon áll. Ahogy a mondás is tartja, az olaj és a víz nem keveredik. Ez azért van, mert a forró olaj a vérrel ellentétben könnyebb, mint a víz, ezért a víz tetején lebeg, egy kis segítséggel. Hozzáadunk 100 ml-nyi varrszolt, aztán jöhet az olajminta. Berakjuk a centrifugába, ami forgás közben szétválasztja a vizet és az olajat. Így látni fogjuk, hogy mennyi víz marad meg. A szétválasztás után az olaj készen áll a finomításra. A probléma csak az, hogy a sűrű, ragacsos kőolaj, ami innen származik, mindennapi használatra túl nehéz. Olyan lenne egy motort ezzel az olajjal meghajtani, mintha egy fával gyújtanánk rá egy cigire. A megoldás az, hogy egy úgynevezett törés a koksgépben folyamattal lebontják a molekulák láncait, amelyek nehézzé és ragacsossá teszik az olajat. A folyamat során lebontjuk ezt a nehéz, nagyon nehéz olajat sokkal könnyebb és értékesebb összetevőkre. A nagyobb csomóktól úgy szabadulnak meg, hogy felhevítik 500 Celsius fokosra az olajat, így a csomók elpárolognak. A nehéz széncsomókat, amelyek miatt nehéz az olaj, egy óriási kokstartályban gyűjtik. A forró és könnyű olajgőz felszáll ebbe a 35 méter magas oszlopba, ahol ismét folyadékká hűl le. A folyadék rétegesen ülepszik le, mint egy menő likőrkoktél. Az alján található nehéz anyag a gázolaj. A könnyebb anyag a tetején olyan, mint a gyújtó folyadék.
A legfontosabb anyag viszont középen gyűlik össze, és ez a kerozin. Ebből a kerozinból szintetikus kőolaj is készíthető, vagy közvetlenül akár ultra alacsony kéntartalmú dízelként is felhasználható a későbbiekben. Ez az egyetlen üzem naponta 6 millió liter tiszta dízelt képes előállítani a sűrű, nehéz olajból. Kevesebb mint 20 percen belül megtöltik ezt az üzemanyag szállító kocsit 50 ezer liter dízellel, és indulhat is, hogy továbbra is mozgásban tartsa a világot. A Brit Filmintézet Nemzeti Archívuma igazi történelmi kincsestár. Negyedmillió film őrzi egy letűnt korszak gondolatait, álmait és felfogását, hanggal és képpel. Ám az intézet munkatársai folyamatos csatát vívnak, hogy megakadályozzák, hogy ezek a vibráló emlékek örökre elvesszenek. A csata megnyeréséhez annyi filmen kell átrágniuk magukat, hogy kétszer körbeírni a földet. Ugyanolyan gyúlékony anyagot kell tárolniuk, mint a puskapor, és annyi tisztító folyadékot használnak, ami megtöltene egy tavat. Szóval, hogyan is csinálják? A DVD-k és a digitális letöltések kora előtt az esti mozizás volt az első számú szórakozási forma. Ám a filmek, amelyek egy egész országot lekötöttek, filmtekercsekre készültek salitromos celluloid film alappal, egy rendkívül gyúlékony nitrátként ismert anyaggal, ami rengeteg szörnyű tűzesetet okozott a korai mozikban. Emellett ez az anyag gyorsan tönkre is megy. Jelenleg az 1950 előtt gyártott filmeknek kevesebb, mint a fele van csak meg. Ezért Angliában, Hertfordshire árnyas külvárosában a Brit Filmintézet versenyt fut az idővel, hogy megőrizzen és helyreállítson több ezer régi filmet, mielőtt azok porrá válnának. Ez nem csak néhány régi tekercset jelent, ami itt maradt egy szekrény alján. Három egyenként 650 négyzetméteres és 10 méter magas terem őrzi a több mint negyedmillió különböző filmet. Ennyi emléktárolása sok fejfájást okoz, mivel a film lebomlik a meleg levegő hatására. Éppen ezért hatalmas légkondicionálók folyamatosan 4 Celsius fok körül tartják a hőmérsékletet. Ám az itt dolgozók jobban aggódnak a meleg, mint a hideg miatt. Ezeknek a filmeknek megvan az a rossz szokásuk, hogy alkalmanként spontán felgyulladnak. Biztonságos tárolásukhoz nem elegendő, ha betiltják a dohányzást. Az első védelmi vonal maga a tárolóhelyiség, amely 20 cm vastag robbanásbiztos betonból készült. Scott Starkra hárul az az ijesztő feladat, hogy ellenőrizze ezeket a félelmetes kamrákat. 24 ilyen tárolókamránk van itt a cégnél. Minden kamra fölött üvegmennyezet van, a tetőn pedig 8000 gallon víz várakozik. Ám ha mégis tűz üt neki itt, akkor még a 8000 gallon, azaz a 36000 liter víz sem lenne elegendő annak eloltásához. Ha már meggyulladt a salitromos cellulóz, saját maga is termel oxigént, így a víz alatt is folytatja az égést. A csapat csak annyit tehet, hogy megfékezi a tüzet, hogy az ne terjedjen át a többi kamrába. Hogy végrehajthassák a filmek helyreállítását, ki kell venni őket a biztonságos körülmények közül. Jelenleg a legnagyobb felújítási projekt a Hallgassák Nagy-Britanniát helyreállítása. Ez egy 19 perces Oscar-díjra jelölt dokumentumfilm, ami Nagy-Britanniát mutatja be a II. Világháború legsötétebb napjaiban. Közel 6 hónapig fog tartani, amíg felújítják az 550 méter hosszú filmet. 70 éves filmekből nem léteznek tökéletes állapotú kópiák. Miután évtizedeket töltöttek vetítőgépekben és pattogtak ide-oda fémtartókban, a filmek teli vannak karcolásokkal és hibákkal. Éppen ezért 5 különböző kópiát is beszereztek a Hallgassák Nagy-Britanniádból, hogy egy jót összeállítsanak a legjobb részekből. Ám ezek az eredeti példányok túl értékesek ahhoz, hogy szétvágják őket. Ezért Claire Westnek ki kell választania a legjobb filmkockákat és le kell másolnia azokat. Egy film másodpercenként 24 képkockából áll, így a 19 perces dokumentumfilm esetében Claire-nek 140 000 képkockát kell összehasonlítania.
Ez egy csodás munka, mert nagyon egyedi, és nagy megtiszteltetés, hogy megtekinthetem ezeket az anyagokat. Sosem tudni, mit fogok látni, amikor kinyitom a következő film fémdobozát. Ám hiába választhat ennyi képkockából, egyes darabok túlságosan sérültek ahhoz, hogy berakhassák őket a másológépbe. Egy sérült perforáció szétvághat akár egy egész tekercsfilmet is. Éppen ezért a laborban a filmjavítás nagymestere Alan Trott újraépíti a pici perforációkat, amelyek áthajtják a filmet a vetítőgépen. Ha a Hallgassák Nagy-Britanniát új verzióját csak összevágták volna az öt különböző kópiából, akkor az összenemillő darabok frankensteini szörnyetegét kapnánk végeredményképpen. Hogy kiegyenlítsék a kontraszt és a világosság közti különbségeket, egy úgynevezett elegyengető módszert használnak. A végeredményt belehelyezik egy másik szobában lévő antik gépezetbe. Az optikai nyomtató olyan, mintha egybegyúrtak volna egy vetítőt és egy kamerát. Ebben a gépben a régi salétromos anyagot negatívként használják, hogy modern anyagra nyomhassák a filmet. Ám a régi film legjobb képkockáin is lehetnek pici karcolások, amelyek óriásira nőhetnek egy nagy vetítővásznon. Hogy kitöltsék a sérüléseket, a filmet hiszik vagy sem, szárazfolttisztítón nyomják keresztül. Kiderült, hogy a szárazfolttisztító ugyanúgy átengedi a fényt, mint az a régi módi emulzió, amivel régen vonták be a filmeket. A nyomógép végül sérülésmentes példányt nyom ki a Hallgassák Nagy-Britanniádból, hogy ne csak a hangja legyen jó. Miután feldolgozták és újra összeállították a filmet, nincs más hátra, mint hátradőlni és visszautazni az időben. A megfiatalított film olyan jól néz ki, mint az első vetítésekor 1942-ben. A történelem egy újabb kis darabkáját sikerült megmenteni rengeteg szeretettel és egy vödörnyi tisztítószerrel.